Köszöntöm nézőinket, Önök a Tamási Táj című műsorunkat látják, Gulyás Anita vagyok, nézzük meg mai adásunk tartalmát röviden. Félmilliárdos támogatással bővülhetett a Tamásiban működő bútorgyártó. A turizmus fellendítése lebeg a szakemberek szeme előtt. Számos kézzel készült termékkel találkozhattak Tamásiban. Ó és újbort is kóstolt a Borbíráló Bizottság Tamásiban. Tamásiban minden héten van egy olyan nap, mikor igazán nagy nyüzsgés van a városban. Ezúttal a szokottnál még többen voltak csütörtökön, hiszen a megyei szervezésű termelői és kézműves élménypiacra sokan kíváncsiak voltak. A kézzel készült sajtok mellett mézet, csiliszószt és számos egyéb finomságot kóstolhattak a kilátogatók, miközben kellemes zene szólt a háttérben, hiszen a kulturális programok sem hiányoztak. Kellemes idő és rengeteg kézműves termék, ami jellemezte Tamásiban a tavasz első szabadtéri városi rendezvényét. A hagyományos csütörtöki piachoz kapcsolódott a termelői és kézműves élménypiac, melyet Süli János, a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője nyitott meg, aki a helyben megtermelt áruk fontosságát hangsúlyozta. Nincs nagy beruházás, kis beruházások nélkül. A nagy beruházáson is kell élelmezni a munkatársakat, jó minőségű termékeket az asztalukra tenni, hiszen azt szeretnénk, hogy jó minőségbe végezzék a munkájukat, akkor elvárható, hogy ők meg jó minőségű ételeket, italokat tudjunk. És az a lényeg, hogy ezt lehetőleg a helyi piacokról biztosítsuk. Ez szándékunk volt kezdettől, amikor elkezdtük a beruházást, akkor is mindig ugye, körbejárva, a településeket elmondtuk, hogy mindenféleképpen szeretnénk az élelmiszer rövid utat, az Agrárminisztériummal együtt komoly programunk van, ne fölvigyük Budapestre a helyi termelők a terméket, utána mi marad visszajön, és akkor abból fogyasszunk mi, hanem egyből ide vigyük, raktározzuk be. Ezen a napon reggeltől kora délutánig nem csak a piactéren nézelődhettek és vásárolhattak az érdeklődők, hanem a Turmazei Erzsébet rendezvénytéren is, ahol a kitűnő hangulatról elsőként a Csúkó zenekari gyermekkoncertje gondoskodott. Mindaddig, amíg a felnőttek nézelődtek és kóstoltak, addig a legkisebbek a népi fajátékok világában merülhettek el. A csütörtök évtizedek óta egy forgalmas nap a város életében. Nem újdonság, hisz minden csütörtökön, ahogy mindenki tudja, Tamásiban van heti piac, ami egy picit azért most már kézműves piac is, sok más minden mellett, és szeptemberben van nekünk egy közfoglalkoztatási kiállításunk és termékbőrzénk, ahol a közfoglalkoztatás, a közfoglalkoztatók által készült termékek kerülnek bemutatásra. Ez most egy picit más, hisz a térségi, megyei kézművesek, helyi termelőknek van lehetőségük bemutatkozni. Jó lenne ebből is hagyományt teremteni, én azt látom, hogy erre is komoly igény van, mint ahogy a helyi termékre, a helyi termék az egy érték, általában helyi minőségi alapanyagból készül nagy szaktudással, és nem csak jövője, hanem jelene is van, ahogy ez a mostani rendezvény és a Tamási heti piacnak a látogatottsága is mutatja. A másik kistermelő itt most nincsen, de vannak, tudok olyan kézművesekről, helyi termelőkről, akik árusítanak, akár itt a heti piacon. Én azt gondolom, hogy nem csak a térség, de túlzás nélkül mondtam, hogy a Dél-Dunántúl, de mindenképpen Tolna egyik legnépszerűbb heti piacáról van szó. Én azt szoktam mondani, csütörtökön délelőtt úgy néz ki Tamási, mint hogyha legalább megyeszékhely lenne, akkor a forgalom, mint a városközpontban, a piac környékén, nagyon sokan látogatnak be a környező településekről, akár messzebbről is. Tavasszal és az őszi időszakban pedig ez duplán igaz, hisz akkor még nagyobb keletje van az itt árosított termékeknek. A Tolna megyei önkormányzat közgyűlésének szervezésében ez a harmadik rendezvény volt, ahol a főszerepet a helyi és a térségi termékek kapták. Pandémiás időszak, ami mögött vagyunk, most már azt mondhatjuk, ez sok mindenre megtanított bennünket, és sok mindent el is vett tőlünk, és az egyik legfontosabb, amit elvett tőlünk, az azt gondolom, hogy a közösségi élmény, és az a közösségi lét, amit a korábbi életünkben, a pandémia előtti életünkben mindig megélhettünk. És alapvetően azt gondolom, hogy ezek az események, ez a helyi termék élmény vásár, ez mind a gyermekeknek, mind a felnőtteknek egy szívet melengető élmény volt, akár Dombóváron, akár Szekszárdon, és akár Tamásiban. Úgy tudnak a nézők ezen a vásáron
vásárolni, sétálni, vagy egyáltalán jól érezni magukat, hogy betekintést nyerhetnek abba a verejtékes munkába, amit a Tolna megyében élő helyi termelők végeznek és készítenek, hiszen egy-egy fél literes üveg szörp mögött nem csak egy szörp van, meg nem csak egy édes szirup, hanem egy családnak a megélhetése, egy családnak az egzisztenciája és az élete, a verejtéke és minden, az egész éves munkája. És azt gondolom, hogy azért is jó, hogy itt ma Tamásiban rengeteg gyermek van, és egyébként Szekszárdon is, Dombóváron is rengeteg család ellátogatott, mert szerintem nagyon fontos az, hogy a családok meglássák azt, hogy nem csak a nagy multikereskedésekben lévő termékek léteznek, hanem itt közöttünk élnek azok a helyi termelők, akik nap mint nap azért dolgoznak, hogy az ő kézműves termékeiket megvásárolhassuk. És mindezt úgy vásárolhatjuk itt meg Tamásiban, hogy közben kulturális élményekkel is gazdagabbak leszünk. A kézműves élménypiac az Agrárminisztérium és az Agrármarketing Centrum támogatásával, illetve a Magyar Nemzeti Vidék Hálózat szakmai együttműködésével valósult meg, amely a térség és Tolna megyei kézműveseinek, helyi termékek készítőinek nyújtott lehetőséget arra, hogy megmutatkozhassanak Tamásiban is. Mindig is fontos volt az, hogy a magyar termelők portékát bemutathassuk, lehet ezt magyar termelők portékáit magyar emberek fogyasszák. Azt mondom, hogy a koronavírus okozta gazdasági válság után ennek még jobban felértékelődött szerepe van, és igény is mutatkozik rá. Azt látom, hogy fordulnak a fogyasztók a magyar termékek felé, és nem csak a boltokban, hanem az ilyen kinti, szabadtéri programokon is ez megmutatkozik. Egyre népszerűbbek ezek a programok, hogy termelői vásárok, a termelői bemutatókat tartunk az ország különböző pontjain, és így most Tolna megyében is három helyszínen, Szekszárdon, Dombóváron, Tamásiban, látjátok, rengetegen kijöttek, úgyhogy azt mondom, hogy ez nagyon pozitív program. Az alkotók, helyi termelők a portékáikat a téren felállított faházakból kínálhatták, melyek között voltak népművészeti termékek, puszedlik, sajtok és még sokféle finomság, melyekre sokan voltak kíváncsiak. A kulturális programot Nagy Albert zenekarának műsora zárta a termelői és kézműves élménypiacon Tamásiban. 6 évvel ezelőtt olyan sikeres cég kezdte meg működését Tamásiban, amely 15 éve Magyarország vezetők közületi bútorgyártója volt. 70 év tapasztalat, évi 150 sikeres projekt áll mögöttük. Nem csak a hazai, de az európai piacra is versenyképes termékeket értékesítenek. Emellett munkát adnak a helyi családoknak, és adóforintjaikkal gyarapítják a város költségvetését, ezzel pedig hozzájárulnak a Tamásiban élők élet minőségének javításához. Emelte ki polgármester Porga Ferenc a cégcsoport legújabb fejlesztésének átadója kapcsán. Mutatom, ott készült összefoglalónkat. Tamásiban 500 millió forintos kormányzati támogatással megvalósuló fejlesztést hajtottak végre Magyarország egyik piacvezető bútorgyártójában. Az elmúlt 6 esztendőben telephelyükön fénybútorokat készítettek, ez most egészségipari bútorok gyártásával egészül majd ki, mondta a tulajdonos. A tavalyi évben 8,4 milliárd forint átbevételt elérő cégcsoport 2016 óta működteti a 2500 négyzetméteres helyet, ahol jelenleg 25-en dolgoznak. A jelen beruházás keretében nagy teljesítményű stancológépet, csőlézert, csőhajlító, élhajlítógépet, hegesztőgépeket szereztünk be, és ez arra adott lehetőséget, hogy két cél megvalósuljon. Az egyik Magyarországon első olyan magyar gyártó, aki MDR minősítésű intenzív ágyat tud gyártani. Ezen kívül, mivel a koronavírus járvány kirobbanásakor mi a Kiskunhalasi mobil kórház butorozásában aktív szerepet tudtunk vállalni, ahol nagyon gyorsan kellett jó hatékonysággal fellépni. Mi ezt a kapacitást szerettük volna a fém vonatkozásában is létrehozni, és így bármilyen hirtelen felmerülő igényre gyorsan tudunk reagálni. Az intenzív ágy gondolatunk már korábban megszületett, tehát a fejlesztés az elindult, mi egyszerre nagyon sok mindent fejlesztünk, tulajdonképpen az életünk folyamatos fejlesztés, de a koronavírus járvány ezt felgyorsította. A paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője beszédében fontos feladatként jelölte meg a régió fejlesztését és ebben a munkaerő térségben tartását. Egyúttal gratulált a zseládi vállalkozásnak az évtizedek alatt folyamatosan végrehajtott fejlesztésekért. Mint hangsúlyozta, nagyon fontosak az itthoni technikai vívmányok. Az ünnepélyes átadó eseményen jelen volt Sanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium stratégiai és parlamenti államtitkára is, aki emlékeztetett rá, hogy az elmúlt 10 évben a kormány megerősítette a vidéki vállalatokat.
Ez idő óta a magyar kisvállalatok tevékenysége 3,5-szer gyorsabban nőtt, a magyar ipar pedig 4-szer gyorsabban bővült, mint az Európai Uniós átlag, mondta Sanda Tamás. 500 millió forint támogatást tudtunk biztosítani számukra, hogy olyan egészségipari fejlesztéseket hajtsanak végre, amely mindannyiunk biztonságához szükségesek. Hiszen a koronavírus járvány is megerősített bennünket abban a tudásunkban, hogy a magyar emberek, a magyar vállalkozások akkor vannak biztonságban, ha minél több mindent saját magunk vagyunk képesek előállítani. Ezért fontos az egészségipar fejlesztését szolgáló programunk, amelynek része ez a fejlesztés is. Saját magunk legyünk képesek előállítani minden olyan eszközt, minden olyan felszerelést, amire ez, amikor baj van, akkor szükség van. Tamási város önkormányzata törekszik arra, hogy a település vonzó legyen a vállalkozások számára. Az elmúlt években is utakat építettek és újítottak fel, valamint egy transformátor állomást is létrehoztak, ezzel segítve az ott működő és betelepülő vállalkozásokat. A város életében lehetnek különböző álmok, és azok ezek az álmok teljesülnek, biztos alapok kellenek, és a gazdaságfejlesztés az egy ilyen dolog. És nagy öröm számunkra, hogy azért Tamási mégiscsak egy 8000-es kis település révén kimagaslóan teljesít ez ügyben. Hogy mondjam, szuperszónikus sebességgel megy előre, és nem hátra, hiszen ez a nagy beruházás is csak egyike azoknak a nagy kormányzati támogatásoknak, amely a város több pontján valósul meg. Ennek két nagyon fontos előnye, értéke van. Az egyik a hosszú távú kiszámíthatóság, a másik pedig az, hogy olyan magas minőségű munkahelyek jönnek most már létre, ami nem az egyszerű összeszerelő üzemek megjelenése, az olcsó munkaerő tömeges foglalkoztatására fókuszál, hanem egy olyan hosszú távon akár egészségipari, akár élelmiszeripari, akár autógyártó, beszállítói technológiák továbbfejlesztésével hosszú távú biztos alapot nyújtott az itt élőknek, a környékben élőknek, hogy a munkahelyek biztos lábakon álljanak, és azok a cégek pedig akár exportképességükkel, akár technológiaikkal megállják a helyüket bárhol a világban. A munkaerőfejlesztéssel járó beruházás az egy természetes dolog, de itt nagyon hangsúlyos, amit a beszédmondók is elmondtak az átadás során, hogy egy olyan hiány cikk kerül magyar gyártásra, egy olyan magas minőségi intenzív átgyártása kezdődik el, amiben Tamási üzem is segít, ami hiánycikk volt, és azért mindenkiünk megélte ezt a koronavírusos időszakot, amikor ment a világban egy rohangálás, hogy melyik eszközt honnan tudjuk beszerezni. Hogyha Magyarország képes ezekben a helyzetekben saját maga helytállni, ez egy óriási biztonságot jelent, mert akkor bármifajta korszak jöhet, ez az egészségipari termék rendelkezésre áll, és nem vagyunk kitéve gyakorlatilag kénye kedve szerint a külföldi beszállítóknak, úgyhogy ez egy nagy erő, azon túl, hogy mondjuk fajlagosan jelent 10-20-30-40 új munkahelyet. A település terveiben továbbra is elkötelezett a vállalkozásokkal való sikeres együttműködésben, hangzott el az átadón. A borászok több ezer éve arra törekszenek, hogy minél jobb minőségű bort szolgáljanak fel a fogyasztók asztalára. A bor minősége nem egy konkrét számadattal jellemezhető paraméter, de a borversenyek alkalmával minden esetben egy visszajelzést kapnak a boros gazdák. Így történt ez nemrég Tamásiban is, nézzük meg ott készült összefoglalónkat. Az idei évben újra megrendezésre került Tamásiban a nagy hagyományokkal rendelkező járási borverseny, melyre óbor és újbor kategóriában is nevezhették a megtermelt nedüket a gazdák. 2021-es évjárat az köztudomásul egy nagyon jó évjáratnak minősíthető. Magas cukorfokok, egészséges szőlő. Innentől kezdve a borászon múlott, hogy milyen bort sikerült ebből készíteni, és úgy gondolom, hogy ez ma Tamásiba sokaknak jó sikerült, és ennek köszönhetően a kóstolt borok döntő többsége az bírálatra alkalmas, megfelelő minőségű, sőt több kiemelkedő minőséggel is találkoztunk. Ez tulajdonképpen a idei esztendőben normálisnak tűnik, hisz az eddigi lebonyolított borversenyek is ezt igazolják. Itt Tamásiba talán azért mindig egy kicsit különleges a helyzet, hisz a gazdák, a termelők a nehezebb körülmények között termelnek, mint egy optimálisabb termőhelyű borvidéken, de én azt hiszem, hogy ennek megfeleltek a gazdák, jó szakmai, jó így mondjam, minőségi követelményeket teljesítettek, és így az asztalra kerülő borok alapjául véve
úgy gondolom, hogy jó minőséget képviselnek a 2021-es esztendőben. A Borbíráró Bizottság tagjai a több borás kóstolgatás alatt számos szempont alapján vizsgálták a leadott mintákat. Szint, tisztaságot, a megfelelő illat, zamatanyagot, annak az intenzitását, fajtára jellemzőségét, majd ugyanezt ízben is, zamatban is követeljük. Ennek megfelelő pontrendszerű táblázata van, amely jó segíti a bírálókat abban, hogy minél objektívebb bírálás születhessen. És úgy gondolom, hogy ez az idei esztendőben éppen az előbb említett okok miatt jó sikerült és megfelelő hatásfokkal és minőséggel sikerült a borokat minősíteni. Az okleveles bor minősítés azt jelenti, hogy alapjául véve a bor olyan borhibát, borbetegséget, amely esetleges kizárás, bírálatból való kizárást okozna, az nem volt, viszont a fajtár jellemzősége, az évrájatra jellemző íz, zamatvilág, az illatok, az összbenyomás, az nem érte el az érmes szintet, és ennek megfelelően ez azt jelenti, hogy a bor bár különösebb kifogás nem merül ellene, de éremre nem javasolható. Tamásiban és környékén a mai napig sokan művelik a szőlőterületeket, és a borversenyeken megmérettetett borok minősége is mutatja, hogy a gazdák figyelnek arra, hogy megfelelően kezeljék a hordókban tárolt nedüket. Egyre többen kezdenek el borászkodni komolyan. A komolyságot annak gondolom, hogy olyan borokat kóstoltunk, amiben nem lehet belekötni. És ez nagyon fontos, mert lehet bort készíteni úgy, hogy semmi közünk nincsen hozzá, és vannak olyan borok, ami bírálható, értékelhető, és ez a nap erről szólt. Én körülbelül 6-7 éve vagyok Tamásiban, ahol bírálok és foglalkozom a borközösséggel. Nagyon, nagyon lényeges változás történt az elmúlt 6-7 évben. Amíg az elmúlt időszakban 100 borból legalább 30 bor volt, mondhatjuk azt, hogy értékelhetetlen, addig a mai időszakban 5-10 bor. A borverseny alkalmával a társadalmi zsűriben 4-en foglaltak helyet, akikre komoly feladat hárult az idei évben. 21 bort kóstoltunk, ebben voltak fehér és rozé és vörös borok. Hát nagyon nehéz dolga volt a zsűrinek, meg kell mondanom, és a zsűri tagok közül 2 újdonsült tagok voltunk a társadalmi zsűribe, úgyhogy nekünk még a közeget is úgymond szoknunk kellett, és a bírálati szabályokat is, de sokat tanultunk a többiektől, segítettek bennünket. Miután mindegyik bort végigkóstoltuk, azt kell, hogy mondjam, hogy egy öntetű volt a véleményünk, hogy melyik a legfinomabb fehér, és melyik a legfinomabb rozé, és a vörös, és aztán ezt a 3 bort nyilván újra összekóstoltunk, és mindannyian magunkban elgondolkodtunk, hogy melyik az, amelyiket legszívesebben otthon az asztalunkra tennénk egy ünnep alkalmával. Mert hogy a társadalmi zsűrinek ez a feladata, erre hivatott, hogy az döntse el, hogy otthon borkedvelőként te mit fogyasztasz szívesen a családoddal, a barátaiddal, és meg kell mondanom, hogy egy öntetű volt a 4 tagnak a véleménye, a vöröset, a Burgert helyezte az első helyre, így ő kapta meg a Németh Miklós emlékdíjat. A nagy fehér arany, a nagy rozé arany, a nagy vörös arany címekkel illetett gazdák a kupa mellé egy boros kancsot kaptak elismerésül. A 2022-es járási borversenyen a Tamási Város Bora címhez idén is egy boros hordó járt, melyet immár 6. alkalommal egy tamási boros gazda vihetett el, emellett az újonnan megalkotott Németh Miklós emlékdíjat is neki ítélte a bizottság. Úgy gondolom, Tamási vagyok, Tamási embernek ide kell hoznia, vagy legalábbis illik ide hoznia. A Blauburgerrel nyertünk az idén. Most úgy gondoltam, ezt hozom el. Aztán Cabernet otthon maradt pincében, de jó helyen van. Sokat kell vele dolgozni, az biztos, mert különben másképp nem megy. A Miklossal, az öreg fiúkban együtt futballoztunk valamikor. Ő nagyon jó futballista volt, ő a Dózsában is játszott Szekszárdon, meg Dombováron is játszott, úgyhogy közelről ismertem a Miklost, hála Istennek, de nagyon sajnálom, hogy megbetegedett, meghalt. Ősszel még volt nálam borért.
Az eredményhirdetés után lehetősége volt a bortermelőknek szakmai, baráti beszélgetések lefolytatására a többi termelővel és a borbírákkal. Turisztikai szakemberek lepték el Tamásit, akik a Duna bal partjáról érkeztek a településre. A látogatás oka az információgyűjtés, az együtt gondolkodás és a látottak ajánlása a turistáknak. Hogy egészen pontosan miről is van szó, ez ki fog derülni, amennyiben megnézik ott készített összefoglalónkat. Tamásiban igazi kiránduló idő fogadta a Duna bal partjáról érkezett turisztikai szakembereket és a települések képviselőit a Dámpontba. Az odaérkező szakembereket Széles András, a település alpolgármestere köszöntötte, aki kiemelte, hogy a turizmus Tamási számára mindig is fontos tényező volt. Tamásinak az egyik fő irányvonala, zászlós adottsága az, hogy a turisztikai értékeit minél jobban kihasználja, minél többet csábítson a városban. De most egy városról beszélünk, de a mai rendezvényen hála Istennek nem csak Tamásiról, hanem a környékről és annak még tágabb környezetéről beszélünk, hiszen Süli János miniszter úr kezdeményezésére létrejött a Közép-Dunamenti Fejlesztési Térség, ez a kiemelt térség, ami talán azt a filozófiát honosítja meg nálunk is, reményeim szerint egyre többeknél, hogy nem egymástól vonunk el vendéget és versenyzünk egymással, hanem ha közösen lépünk fel, közösen kínálunk attrakciókat, közösen szervezzük a dolgainkat, akkor mindenki a nyertese lehet. És hogyha minél tágabb körben elhisszük ezt Kalocsától egészen Felsőnyékig, vagy Tamási, Simontornya, Dunaföldvár, bármelyiket említhetném, itt olyan adottságok vannak a térségben, amit hogyha összefűzünk, akkor tényleg egy komplex turisztikai termékcsomaggá alakítható, ezáltal jóval nagyobb szeretét tudnánk a turizmusból, abból a tortából kiszedni, mert hogyha egyesével próbálkozunk, akkor sokkal gyengébbek vagyunk, mint közösen. Tamási és a környező települések között az összefogás már többször, többféle formában megmutatkozott a turisztika területén is. Időszerű kezdeményezések voltak, és ezért is jó ez a szervezet, amiről beszéltem az előbb, hogy keretet ad ennek az egésznek, és nem hagyja elhalni. Tehát mindig vannak jó ötletek, vannak bizonyos, leülünk, megtárgyaljuk, így lesz, úgy lesz, de hogyha ennek van egy keret szervezete, aki ezt koordinálja, akkor minden egyes településnek ez egy segítség, hogy amikor éppen az egyik, hogy mondjam, kicsit lassabban megy, akkor valaki viszi ennek az egész együttműködésnek a keretében tovább. A Közép-Dunamenti Fejlesztési Tanács 10 éves távlatában vasúti vonalak felújítása, kikötőfejlesztés, valamint települési infrastruktúra fejlesztések és közvetlen gazdaságfejlesztés is szerepel, mondta el Kudari Hedvig létesítményfelelős. Hozzátette, ezek még vonzóbbá tehetik a kirándulók számára az ország különböző pontjait. Igazából egy helyszíne vagyunk, csak egy nagy-nagy tervezési projektnek. A Közép-Dunamenti térségnek az aktív és ökoturisztikai koordinációja lesz ez. Egy pályázatot fognak benyújtani, amiben 99 település vesz részt. Mi arra vállalkoztunk, hogy onnantól, hogy átlépik a Dunát, onnantól Tengelicen találkoznak először, és ott kezdik a programot a mai napon, vagyis kezdték reggel, és onnan most érkeznek ide busszal a Duna bal partiak, és itt már pedig bent a látogatóközpontban már itt vannak a környékbeli, a Tamási térségéből a polgármesterek, a települések polgármesterei, vagy delegáltjaik, akik segítettek nekünk abban, hogy egy kicsit összeállítsuk, összefűzzük a településeket, hogy térségi turizmus valósuljon meg. A szakemberek betekintést kaptak Tamási térségének meglévő és tervezett aktív turisztikai attrakcióiba. Készítettem egy PowerPointot, amivel egy kicsit megpróbáljuk térképre helyezni ezeket a településeket, hogy milyen módon összeköthető. És hát az volt a feladatuk a polgármestereknek, hogy elküldtek nekem néhány momentumot, hogy mik azok az ő a saját településeiken a meglévő turisztikai attrakciók, ami akár a kerékpározás, a túrázás, vagy az ökotermékek egyéb módon kapcsolódik ehhez a szegmenshez. Majd pedig ebből összeállítottunk egy útvonalat, úgymond, hogy településenként. Aztán onnan persze még kitérő is tehető, és mindenki belefűzte a maga ötletét, hogy mi az, amit még szeretne megvalósítani, hogyha volna rá forrása, mert hogy majdan ez lesz ennek a pályázatnak a lényege, hogy vagy
az összekötés, hogy milyen módon köthetők össze, aki ebbe a térségbe ide érkezik és eltölt egy vagy két hetet, vagy pedig az, hogy ha már össze van kötve, mint például Tamási elég jó kerékpárutakkal rendelkezik, de adott településeken mi az, amivel még lehet ezt fejleszteni, vagy akár útközben fejleszteni azt a részt, hogy megfelelő legyen az aktív turisták részére. A turisztikai szakemberek saját szemükkel győződhettek meg arról, miért érdemes Tamási környékén kirándulni. Köszönöm figyelmüket, a jövő heti viszontlátásra!